Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá nem mással várunk benneteket, mint az MBT megtalálja, és a GSC megtalálja, vagy na, megteremti a falu című sorozatunk második évadának 40. epizódja. Itt van velünk Attila. Harmadjára csak összejött. Igen, annyira sok a betű, és igyekszem minél gyorsabban elheldálni, lassan az egy évet csináljuk, és tudjátok kívülről, hogy mit kell ilyenkor mondani. Jézus atya úristen, mennyi pipi! Jó, mindjárt pipizünk egy nagyot. Csak előtte rossz helyen vagyok. Nem vagyok rossz helyen. Mennyi helyünk van? Ó, van. Jó van. Bedobom a hetes vasat, ami a ház során találtam. Viszont kell egy kis körözni olajat. Ez mindig jól jön. És a következő dolog, amit nem akarok csinálni, az egy bányászgép. Azon gondolkodom, hogy alattunk. Milyen lenne lebányászni? Heavy machines. Extomátor. Hat steel scaffolding, 15 steel sheet metal, 1 redstone engineering block, 9 light engineering block, 5 heavy engineering block, és 3 radiator block. Hát ez nem ma lesz. Ahogy 4096 flux per tick. Ja, és ez még külön kell egy 9 block of steel. Hát igen, az nem ma lesz. Ez tényleg nem ma lesz. Megyek aludni és vadászok egy kis szélre, mert fák járok köl egy részről. Ha valahol itt láttam volna egy kört. Innen szedtem ki. Hoppá, hello zombi. Azt a cipeldőt adod a nekem? A francokat adtad nekem. Nem láttam milyen volt, de azt láttam, hogy van. Most kicsit gyorsítok a termelésen. Melyiknek? Hát a vízi malom. Uh-huh. Ah, nice. Fasza lett. Jó nagy lag. Csak kivetés, hogy akkor a kiaszat mire használjuk. Mert ez túl kevés van. Nya, ugrás. Ezek egyre nagyobbak. Hagyjál békén, minden. Úristen, végre egy kicsi mixer. Metal press, pressure. Ez is rohadt nagy. Improved blast furnace. Na, az első kis adag.
Conveyor-bel. Először azokat vadásszuk le. Jó. Akkor... nézzük egy Windmill-t. Jó sejtem ugye, hogy nagyjából még 10 epizódunk van. Ebben az évadban még azért nem lesz kész a falunk. Még talán a második évad sem. Vagy ha még egy ilyen 50-es tolunk, még akkor sem. Nagyon tudom, hogy nagyobban építkezünk. De ezután ugye a méhek vannak? Igen. Igen, visszatér. Bár lehet, hogy most már így nagyjából nyár környékén lehetünk szerintem ezzel az epizóddal. Tehát lehetséges, hogy már napokban már zajlik a méh. Mert ugye nyáron, ugye az a terv, hogy talán ezt kimondhatom, itt adáson keresztül, hogy minden napra kaptok legalább egy Minecraft epizódot, illetve inkább azt mondom, hogy pontosan egy Minecraft epizódot, viszont az ugye több sorozatot fog jelenteni, érkezik egy új sorozat is, de ezen kívül is visszatér majd a méhek, számításaim szerint pont a környékén fog visszatérni. Nyáron minden ilyen sorozat menni fog, akkor a falu is menni fog. Nem? Nem, mert ugye van a könnyed kalandok még. Igen, de hogyha minden napra egy Minecraft, akkor csak kettő sorozat fogja ezt látni. Nem, három vagy négy. Még lehet, hogy még van benne még oda, még lehet, hogy bele kell számolnom még egyet, majd azt meglátjuk. Majd mindjárt átgondoljuk. Tehát lehet, hogy még egy negyedik sorozatot is illetve lehet, hogy még egy sorozat kell nekünk ahhoz, hogy stimmeljen a dolog. Ja. Csak hát mi? Hát az nem olyan nagyon nehéz kérdés, mert igazából van ötlet. Na. Hexit, akkor a... hát ilyen akciódús leginkább, a Real World Craft is benne van, mint ötlet, de azt mondtad, hogy azt inkább te nem. RL Craft, bocsánat. Hívhatjuk csak való világ. Mondjuk ott azért úgy kell csinálnunk, hogy a nyára számításaim szerint 25 epizód fog majd beférni egy adott sorozatból. Ha mondjuk 3-mal számolunk. Tollacska nem köl. Ja. Ott van még. Hát figyelj, még 2 hónap van nyárig, tehát nekünk legalábbis. Szóval még sok szívás van. Remélhetőleg akkor már vírus lesz. Hát én is reménykedem, bár még azért az idő, szerintem. Ja. Hát egyáltalán reménykedjünk, hogy lesz olimpia. Én eddig sem követtem. Ó! Na most tűnik fel nekem, hogy itt mellette van egy sötét erdő is. Lehet, hogy már voltam ott. Már voltunk, de...
Na, ugorjunk egy nagyot. Ó, tökéletes! Volt benne kockázat. Hát. Uhú. Na, az már szerintem nem fog elférni. Ó, elfogyott. Kellemetlen. Na jó. Jaj, szegényke. A láva közelében. Szépen átúszunk. Mi van benne? Hú, van le. Már itt vagyok az erdőben. Másfél stack érkezik hamarosan. Nice. Pontiba. Vagy egy picivel több. De kb. Annyi. A picivel több soha. Sose baj. Szerintem az egy stacket odaadom neked. Berakjad a rendszerbe. Ugye tároljuk is, tehát nem csak elhasználjuk. Ja. Jippi! Kidobva. Itt lesz a környékedem. Felvettem. Na most egy ideig elég volt a szén. Hát egy ideig. Hát igen, ez az ideig, ez nem túl sokáig. Jaj, csak nem bírom megjegyezni, hogy itten már elfogyott a... illetve eltűnt innen már a szerszámos készletem, amivel vissza tudom dobni a... az erőt a csákányomba. Hát de ezt a nagyobb fajtában is meg tudod csinálni. Nekem más van a fejemben, csak elfelejtettem hozni hozzá az eszközt. Na, beindult. Ja. Nem, már nem működik a ball of moss. Ezt gondolom Minecraftos simás, nem immersíves. Na. Oké. Következő lépés. Egy kis fákjézás. Azért kellett elmennem.
Remény. Jó, szerencsém van, nem jött meg a bogárka. Alszom? Nem. És lent vagyok. Ja. És nem ütöm magad a lágyat? Nem. De... itt vagyok a közelben, tehát csak a... söröző pincéjében voltam. Ja. Nem bánja a szívem. Nem. Szóval ide más gép fog kelleni nekem. Irány. Úgy. Ott kell egy relay. Beindult a szél megint. Tegnaphoz hasonlóan. Jó, ott van a szél, ott lesz egy problémára. Oké. Te milyen vagy? Hát az a... bárcsak lenne még egy arborisztunk. Hogy több fánk legyen. Hát jó lenne. Ah, megvan a térképészünk. Csak elfelejtettem átcraftolni. Ott szaladsz. Na. Na, 44. Papír az elég lesz egy körre. Megtelt az energia. Na-na, nem megnekülsz, te rohadék. Jó, 6 darab most már a emeráldjaink száma. Nem tudom, meddig gyűjtsünk még. 7-es darab. 7-es darab, mert a weapontől vásároltam egy szénnel. De az a mennyiséggel. Ja. Fáradtságosan gyűjtök. Opá! Epáré! Te szintet léptél. 3 gyémántért ad nekünk egy smaragdot, és 12 emeráldért egy Soulbound 2-es Diamond Sword, 10 emeráldért pedig egy Insight 1-es és egy Fortune 1-es Diamond Axe. Csinálj. Semmi értelme, akkor csinálj. Gyere! Merre vagy? Itt vagyok a bejáratnál. Mondjuk ezt az erdőséget, ezzel ki kéne valamit találni a bokrossággal. Gyere a immersive energy-t. Remélem megtérül. Hogy érted? Hát ez a sok smaragd megtérülés, mondjuk tudunk majd gazdálkodni. Alakítson egy gyémántal, vagy vegyem ki? Hát
Mert mennyi most a... Hány gyémántunk lenne ebből? Ebből lenne 14 gyémántunk. És hármasával adja, az kevés. Szarul járunk vele. Még mit trédelte vele? Hát 3 gyémántért ad nekünk egy smaragdot. Nem, de miért akarnád egy gyémántot eladni? Nem, szeretnék több smaragdot. De mire? Hát... tudjunk fejlődni a falusiakkal. Hát vagy jó, nem? De szerintem most a gyémánt fontosabb. Jó, akkor csináld, amit akarsz. Tessék, tisztában. Nem kell, hagyjad. Mert egy emerald, az 16 000 EMC. Tehát dupla annyit ér, mint egy gyémán. Tehát jó. Egy emerald, az 2 gyémán. Jó, rendben. Akkor használjuk gyémántra. Jajjajj, ettől féltem. Hogy a borozóba belátogat egy krepőr. Várjon, egy ötletem. Kalac. Röcsök. Itt van egy olyan látom. De ügyesen megoldottam. De hogy a picsába? Aha, itt még volt egy kis lyukacska, amit még nem lángoltam be. Lángoltam be. Hú, de szép. Hát nem lesz ma kész a sörözünk. Valamelyik ládában volt egy medium converse glass. De odáig el fogunk jutni, hogy meglegyen a lyukacska neki. Tehát a pince az kész lesz neki. Mármint úgy értve kész lesz neki, hogy kiásom. Na, erről van szó. Jó, kicsit visszapakoljuk a... Mondjad. Semmi. Jó, lett egy jó pár földünk. Nice.
Oké. Jaj. No, viszont gyorsan elkészítek még egy-két lépcsőt. Ez alkalommal most fedésre. Most nézem, 8 darab stone stair-t csinálsz egy pakból? Mhm. Eddig több, eddig másmilyen volt a szám. Kevesebb volt, igen. No. Tu-tu-tu-tu-tu. Na, legyen itt vége, és akkor remélem, hogy élveztétek ezt a mostani epizódunkat is, és találkozunk a következő alkalommal, és akkor már várhatóan szerintem a sörözőből már egy nagyon nagy része fog készülni, ha még nem lesz berendezve bútorilag, mert még a fa igényes a dolog, de nagyjából az a része már el fog készülni szerintem, hogy járható legyen a pince. Úgyhogy akkor találkozunk legközelebb, addig viszont most megköszönjük nektek, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!